A Kecskevéti Múzeum képzővészeti gyűjteményének az egyik legérdekesebb darabja a cigánydezsű Adi portréja, Melynek különlegességét az adja, hogy egészen 1985. januárjáig nem ismerték a szélesebb nagyközönség, illetve szakma körében. Hiszen akkor lett ö, Dénes Zsófia, ö, Adi egykori menyasszonya, összesen három hétig volt egyébként mennyasszonya, krónikása, és kiderült, hogy ő egyik szobájának a falán, őrzett egy olyan Adi portrét, melyet még 1907-ben készítette Cigány Dezső, a nyolcak csoportjának egyik neves festőtagja. És Cigány Dezsőnek ez a portréja azért különleges a többihez képest, mert ez volt az első. Ez volt a Vér és Arany kötetében megjelenő szérajznak a előzménye is, és azért is különleges, mert tulajdonképpen ehhez kapcsolódik a legtöbb Adival, Lédával, illetve hát ezek szerint Dénes Zsófiával kapcsolódó történet is. Erről a történetről az igazi Adiban, 1934-ben írt Bölöni György újságíró, író, aki közeli barátságban volt Adival, de Cigány Dezsüt is jó ismerte, és ő a következőket írta ebben a könyvben az arckép mulatságos szerepet játszott a Léda és Bandi, tehát Adi Endre között történt összetűzések idején. Ilyenkor Adi az arcképet Lédától visszakövetelte, néha Léda haragos keze a falról letépte, és kirepült a portré a szobából a folyosóra, hogy ugyanez a kéz pár nap múlva szeretettel és mosolygósan újra a helyére akassa. Sokszor vándorolt át cigányportré a női öltöző faláról Adi hoteljébe. Ez egy meglehetősen érdekes történet, amit később sokan úgy jellemeztek, mint egyfajta kapcsolati vagy szerelmi barométer, ugye, hogy a kép azt jelezte, hogy éppen mikor, milyen állapotban volt ez a női férfi kapcsolat, és tudjuk, hogy meglehetősen viharos volt, ezt maga déles Zsófia is leírta többször, hangsúlyozva az, hogy tényleg sokszor tényleg a földről kellett összeszedni ezt a képet, ami egyébként hátul látszódik is néhány ponton rajta, hogy valóban dobálták ezt a műtárgyat. Egyébként még érdekességként érdemes megemlíteni, hogy összesen 8 portéiról tudunk, amelyet Cigány Dezső készített, a gyűjteményünkben és több cigány porté található. A cigány kapcsolatosan érdemes megemlíteni, hogy Adi nagyon felismerte, hogy ő az egyik legjobb arcképfestő Magyarországon, nem a hagyományos értelemben, hanem hogy ő jellemezte, hogy a nagy lélekrajzoló. Egyébként nagyon furcsa volt az ő kapcsolatok, és az is furcsa volt, hogy Adi, aki annyira azért nem szerette a művészetet, nem szeretett kiállítások járni, és nem szerette nagyon, ha modellt kellett ülni vagy állni. Ő ezt cigány esetében többször megtette, elsősorban 1907 8 környékén, ekkor készült ugye a portré is. Tudjuk azt a Cigány Dezső öcsétől, hogy gyakran fölment Adi Cigány Dezső, pesti lakására, és hát gyakorlatilag órákian át tulajdonképpen csak gondolkoztak, szótlanul ültek, Cigány Dezső ugye szeretett gordonkázni, azt is hallgatta órákon keresztül Adi, illetve közben borongattak. De valamikor egyszerűen csak ültek, és nem festett közben Cigány Dezső sem, tehát két nagyon érdekes és nagyon érzékeny lélektek az egymásra, találása volt tulajdonképpen ez az időszak. Adi kapcsán azt érdemes még elgemlíteni, hogy ugye a modellt nagyon keveseknek ült, talán Cigány és Riprónaink kívül nem nagyon, de sokan próbálkoztak meg az ő megfestésével. Azt tudjuk, hogy sok esetben egyébként az említett festők is inkább fotók alapján, például a Székely Aladár híres fotója alapján készítettek portrét és hát nagyon izgalmasnak találták Adit festői szempontból. Riprónai József a nyugatban 1923-ban írt is erről egy cikket Adi Endre szemei címmel, ebből idéznék néhány sort. Adi Endre festői szempontból nézve is nagyon érdekes jelenség volt. Szebei nem csak azért voltak szépek, mert feketék, mint a bogár, de azért főleg, mert álmos nézése mély és szerelmes, oly sokat mondó, hogy merem állítani, ha csak a szebeit rajzoljuk is meg, már egy igen hasonló adit kapunk. Én, amikor festettem, legtöbbet a szemét néztem, erre fektettem a fősúlyt. Évekig beszélgettem ezekkel a nagyérzésű, okos szemekkel. Mindent kiolvastam belőlük a költön kívül a legjobb embert, a gőgös mokány legényt, a széthulló magyarság tragikus szimbólumát, akinek különös egyénisége, fenségességet árult el, más nagyot, nagyobb embert, mint bárki korunkban.